Köszöntelek benneteket szeretettel, és a mai témám a tisztelet. Tisztelni annyit jelent, mint értékelni valakit. Az értelmező szótár szerint valaki értékének az elismerése, amit az illető hordoz magán, vagy benne, vagy kívül, bármi is legyen. Ha megnézzük, amely társadalmat, napjainkban a tisztelet nem értékrend, sokan megengedik maguknak, hogy ne tiszteljék sem Istent, sem embertársaikat, és a hivataloknak sem adják meg a tiszteletet. Pedig nagyon fontos, hogy Isten tiszteljük, és az embertársainkat, mert amit vetünk, azt aratni fogjuk. Mert minden mag az ő fajtája szerint terem. Amíg a föld lészen, addig vetés és aratás lészen. És amit vetünk, azt aratni fogjuk. A mai embernek el kellene gondolkodni arról, hogy mi a szép, mi a jó, mi a helyes az életünkben, és amennyire csak lehetséges, békességben kellene egymással élnünk. Ennek ellenére az emberek kicsit haragszanak egymásra, gyűlölködnek, a múltat emlegetik, és beszélhetnék talán a gyűlölködés bűnéről, a tiszteletlenségről, és Isten azt mondja, például beszélek 4.20.22-ben, hogy fiam, a szavaimra figyelmez. Hát nem Istenre figyelmezünk, amikor a másikat bántsák, ugye? Vagy bántsuk. És a Filippi 3.14 mögött minden, ami a hátunk mögött van, el kell felejteni, és ugye a szív teljességéből ne a harag, a neheztelés, a megvetettség és a rossz szóljon. El kell vetnünk a káromkodást, a gonosz csúnya beszédet, és mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét, ahogy a például beszélek 18.1-ben van. És sok ember a szája miatt beteg, sok ember a szája miatt hiányokban van, és nem nincs bőség nála. A Zsoltárok 34.14 azt mondja, távozz el a gonosztól, és cselekedj jót. Vagyis keresd a békességet, és kövesd azt. Sokszor megbotránkoznak az emberek, és olyan körbe kerülnek meg, amelyben a bennük lévő keserűséget kibeszélik, megbotránkoznak, és bizony a tisztelet eszükbe sincsen, hogy a másiknak azt adják. És mert valami történt az ő életükben, ezért akár a pásztori hivatalnak sem adják meg a tiszteletet, vagy a keresztény testvérüknek. Arról van szó, hogy meg kell erősödnünk a körülményeinkben. Minden körülmények között meg kell álljunk. Mert mindig lesznek olyan emberek, akik minket irritálnak. Önmagunk elől nem tudunk elmenekülni. És ha valami rossz az életünkben, akkor ne azt keressük, hogy ki miatt történtek ezek a dolgok, nem megbotránkozni és mindenkit okolni ezért, mert valójában önmagad elől senki, de egyikünk sem tud elmenekülni önmagunk elől. Jelen pillanatban mindannyiunknak el kell fogadni önmagunkat is, és másokat is. És imádkozni, hogy Isten segítsen át, hogy mi is meg tudjunk változni, és a körülményeink is megváltozom, bármi is legyen. Tehát a hozzáállásunkat kell megváltoztatni, különben az életben mindig lesznek problémáink emberekkel, körülményekkel. E világ Istene mindig fog hozni embereket, és körülményeket, és lehetőségeket, meddig? Amíg mi immunissá nem válunk ezekre a helyzetekre és emberekre. És lehet, hogy megszabadulunk egy olyantól, aki irritált minket, és hallelujázol, de a sátán ott van és résen van, és ő tudja, hogy mi a te gyenge pontod, és az enyém, és mindegyikünké, és megpróbál minket egy következő emberrel ugyanúgy megkísérteni. Nekünk passzívá kell válni ebben a gyengességben, és erőssé kell válni a helyzetünkkel kapcsolatainkba. És hát ugye Isten elrendelte, hogy tiszteljük egymást, tehát Jézus sem nyitotta meg a száját, amikor a keresztre küldték, nem mondott csúnyákat, nem botránkozott meg. A világ minket ki akar fosztani. A tolvaj nem egyébért, hogy lopjon, nőjön és pusztítson. A mi hitünk bátor és erős, és a szádnak beszéde által is tudunk törbe esni. Vigyázzatok, nem nagy jelentősége van annak, hogy mi hogyan gondolkodunk, mert annak alapján fogunk beszélni. Az embert, amikor nem fogadják el, és haragszanak rá, akkor az emberek szenvednek, és néha gyűlöletbe is esnek. És az ellenség a szeretetünknek. Ha a szívünkbe gyűlöletet gyűjtünk, egyrészt nem is tudjuk tisztelni semmit sem, amit Isten tisztel, és a harag, a neheztelés az elvisz minket Istentől.
a harag, a neheztelés, a gyűlölködés, a meg nem bocsátás szelleme. És a hitünk első számú ellensége. A Máté Evangélium 6.14-15 azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, akkor nektek is megbocsájtatik, ugye? Megbocsássa a ti mennyei atyátok. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiteket, a ti mennyei atyátok sem bocsássa meg a ti vétkeiteket. A Lukás 17.4-5-ben tökéletesen le van írva, hogy egy nap 7-szer, 70-szer is meg kell bocsájtanunk, akár 490-szer. Valójában, amikor nem vagyunk hitbe, akkor nem tudunk tiszteletet sem adni a másiknak. Akár hányszor vétkeznek ellenünk, ugye meg kell bocsájtani. Erre azt mondták a tanítványok, növeld a mi hitünket. Miért? Mert néha még egyszer is nem olyan könnyű megbocsájtani. És tudjuk, hogy a gyűlölködés, a harag, a belső neheztelés, az egy nagy küzdelmet fog hozni. Lehet, hogy meg akarsz gyógyulni, de nem tudsz, mert ez egy ellenség. A neheztelés, és a szeretetnek az ellentétje, és a harag neheztelést fog kiváltani. Sokan a félelem fogságába esnek, mit árthatnak, és haragszunk azokra, akik ugye nem jól viselkednek velünk. Ha nem járunk szeretetben, nem fogjuk látni Isten dicsőségét, és nem is fogjuk tisztelni azokat az embereket. Minden, amire szükségünk van, a szeretet. És ezt az édes szeretetet, amit az Úrtól kaptunk, ugye ezt tovább kéne, hogy adjuk. Amire a világnak szüksége van, az a szeretet. Szeretjük a házastársunkat, a kocsinkat, az állatainkat, a kedvenceinket, akár a foci csapatot, a tévét. Na, az a szeretet, amelyről az Úr Jézus Krisztus írt az 1 Korintus 13-ban, az messze több ezeknél a dolgoknál. Mert nem számít, hogy mennyire tudunk dolgokat, nem számít, hogy mennyi bölcsességünk van, hogy mennyi képességünk van, ami esetleg lenyűgözi a sokasságot, de semmit nem ér, ha nem cselekszük meg a szeretetet. Néhányan jól tudják az igéket, de nem cselekszik meg. És ilyenekkel nézünk szembe a gyülekezetekben is, hogy kívülről fújják. Jobban tudják, mint a pásztor, hogy hol van. De semmiféle hit gyümölcsöt nem látok ott. Csak a hitetlenséget, és a tiszteletlenséget, és a kárhoztatást. Tudunk csodákat tenni és gyógyítani embereket, de semmit nem fog jelenteni, ha nem cselekszük meg a szeretetet. Ha nem cselekszed meg, semmit nem ér az, amit tudsz. Neked szeretned kell, és ha szeretünk, akkor tisztelünk is. Bejelentésítjük a szeretet szót a versbe, Krisztus szóval, akkor az egy csodálatos dolog lesz az életünkben. Tudod-e szeretni a feleséged, a férjed? Tudod-e tisztelni? A gyerekek tudják-e tisztelni a szüleiket? Néhányan nagy küzdelmeken mennek át. Volt egy asszony, akinek a csontjai nagyon betegek voltak, és elment a pásztorhoz, és mondta neki, hogy meg szeretnék gyógyulni. Ez egy iskola igazgató volt. És nem csak a csontjai, az izületi bántalmaival is gondolkodtak. És a gyógyító alkalmon nem tudott meggyógyulni, pedig mindenki meggyógyult. És a pásztorhoz odament, és elmondta, hogy hát miért nem tudok én meggyógyulni, pásztor, mikor mindenki meggyógyul. És azt mondta neki, hogy válj el a férjedtől. Azt mondta, hát én már elváltam régen. Igen, lehet, hogy jogilag elváltál. A múltattól, és bárkitől. És lehet, hogy elváltál jogilag, de a gondolkodásodban még sosem váltál el. És lehet, hogy időnként az indulataid által feljönnek dolgok. Lehet, hogy az anyádnak nem bocsájtottál meg, és nem tudtál tőle megszabadulni ilyen értelemben. Harag van a szívedben, mert nem úgy nevelt, ahogy te szeretted volna. Tudod, a harag és a neheztelés és a gyűlölködés tönketesz, és elszáradnak a csontok. És betegé válnak. És egy orvos sem tud segíteni. És hát lehet, hogy van okod, annyi ember fájdalmat okozott neked. És lehet, hogy az a közvetlen anyukád, vagy apukád, vagy férjed, vagy feleséged. Hát hogy lehet szeretni azt, aki így viselkedik veled? Hát inkább belehalok az ízületi fájdalmaimba, és a csont fájdalmaimba. És mindenkit okolok, csak magamat nem. És ez nem a szeretet útja. A pásztor azt mondta ennek az asszonynak, hogy kezd el szeretni a férjedet, aki annyi bajt okozott.
Én meg azt mondom, hogy kezd el szeretni a környezetedet, aki annyi bajt okozott neked. De gondolkozz el, hogy nincs-e benned valami hiba. A Szent Szellem nem tud az életeden átáradni. És lehet, hogy nagy küzdelmeken mentél át, de a szeretetet nem bírtad megcselekedni. És amíg nem leszel képes szeretni, addig nem tudsz meggyógyulni. Az asszony elgondolkodott. Hát meg akarok gyógyulni, hát bennem van Isten ereje. De nem tudok ettől az ellenségtől megszabadulni, a haragtól, a vádtól, a gyűlölettől. Ezért inkább mindenkit vádolok, a pásztoromat, a környezetemet, a gyülekezetemet, a gyülekezeti társaimat. Ezért aztán Isten ereje nem képes rajtad áthaladni. És amíg meg nem bocsájtasz, addig nincs gyógyulás a számodra. Okolhatod Istent is, eljuthatsz erre a szintre. De gyógyulás nem lesz, amíg nem kezdesz el szeretni. Mert a szeretet az ellentétje a haragnak és a gyűlölködésnek. És a félelem, amely megkísértett téged, a harag által. A félelem az negatív hit. Sokan megszokásból halnak meg. A hasonló dolgok vonzák egymást, és minden a maga hasonlóságára hoz gyümölcsöt. A félelem, a vád, a kárhoztatás gyümölcse nem hozhat bátorságot. Nagy befolyása van az életünkre. Úgyhogy te, amikor elkezdesz félni, hogy kiszólt rád rosszat, akkor vigyázz, mert a sátán ellened van. El kell bocsájtanod bárkinek, és elsősorban önmagadnak. És ez a téves, hibás gondolkodást ki kell magadból plantálni. És mindegy, hogy 15-20 éve az illető ott van a szívedbe. De elpusztít, és megbénít téged. És nem gyógyultabbá válsz, és ez nem a pásztor hibája, hanem a te hibád. A félelem oda vonza az életedben. Azokat a dolgokat, amitől félsz. És a körülményeidre tekintesz. És itt az ideje, hogy lecsöveke Isten igéjébe, és ne szaladgálj össze-vissza ezer tanításba. Kenneth Hagin tanítása megfelelő arra, a számodra, hogy te megerősödjél. És ott a Biblia. Elég neked a Szentírás, és azok a hozzátartozó könyvek. Ne félj, mert a félelem negatív hit és kisebb rendőséget fog hozni, és romboló hatású, ahogy tapasztalod is a testedben. És ez nem megerősít, hanem rombolni fog. Mi Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Sáfársággal bizattunk meg. Tehát tiszteld azt, amit Isten tisztel. És tiszteld a tanítóidat. Ma, amikor a mai társadalomban tetőfokára hágott az intrika, a szeretetlenség, a tiszteletlenség, a viszálykodás, az emberek nem tisztelik egymást, és Isten, ha megnézzük, tiszteletre méltó. Elküldte a fiát, örök életet kaptunk, minden szellemi áldással megáldott, és bármit kérünk, megvan nekünk, és kérjetek és adatik, és keresetek és megtaláltatik, ugye? Vagy megkapjuk, zörgessük és megnyitatik. Máté 7-7-ben van ez, ugye? Akik Isten tisztelik, és az ő igéjét, azokat Isten is megtiszteli. Isten nem fog a te hitetlenséged mellé állni, és kétséged és tiszteletlenséged mellé. Isten egy féltőn szerető Isten, teljes a szeretetbe. Isten mindent másképp lát a mi életünkbe. És az ő szeretete egy igen magas fokú szeretet. Az isteni fajta szeretet önzetlen. Ő akkor is szerette az embert, amikor az elbukott és gondoskodott róla. Isten egy gondoskodó Isten. A harag, a bosszúállás, amit előbb mondtam, megbetegít, kirabol, ha állandóan ezen járunk, illetve lehet, hogy azt gondolt, hogy megbocsájtottad időnként. Feltör bennünk, mint egy vulkán, a múlt. És tudod, hogy ilyenkor nincs megbocsájtás. Ilyenkor mindenki hibás, és lehengereljük őket, és nincs tisztelet. Sem Isten, sem ember felé. Nem tiszteljük az igét. Nem tiszteljük azt, amit megígértünk Istennek. Össze-vissza ígérgetünk. Persze, Uram, az én igenem igen, az én nemem nem. És közben nem is tiszteljük Isten igéjét, mert mint egy vulkán feltör bennünk, a múlt kibántott meg, milyen sérelmeket hoztok ellenünk. Tehát hibakeresőké válunk. Az emberek kiábrándultak, megbántották, félnek, vádolnak, hibákat keresnek, és ez nem jó. Mindenkit lemeztelenítenek, csak a tévét kapcsolt be. Semmi nem jó az embereknek. Ha hoznak egy jó döntést, az se jó. Ha hoznak egy rossz döntést, az se jó. Mint ha semmi sem lenne jó az embereknek. Valahol kiveszett a mai társadalomba
a tisztelet. És a kígyó, aki ravasszabb minden mezei vadnál, rászedi a mai társadalmat, rászedte Ádámost és Évát is, ugye, hogy egyenek. Ettek Isten iránti tiszteletlenségből és engedetlenségbe végződött, és az egész emberiségre kiható következménye lett. A bűnbe esés komoly dolog volt. Isten megkérdezte Ádámot, talán ettél a fáról? Igen, az asszony vett rá. Az asszony a kígyóra mutatott. Igen, ő állított el. És a sátánnak már nem volt kire mutogatni, hisz ő volt a felbújtó. Ezt nagyon jól tudjuk. A mi szerető Istenünk továbbra is szereti az embert, és nekünk is kell egymást szeretni. És meg kell bocsájtani. Mert nem tudunk Istennel együtt járni, Isten nem tud felvállalni a bűnnel ugye, közösséget. Amikor Péter háromszor megtagadta a mesterét, Jézust, Péter az emberek tetszését akarta elnyerni. Nem Istenért vétkezett, megfélemlett. A Máté 16:20 azt mondja, mit használ az embernek, ha a világot megnyeri, de a lelkébe kárt van. Tudod, mindent odaadhatok az embereknek. A világon mindent. És bánthatom, akár az előjárom, és bánthatom Istent. De a vagyonodat is, ha elosztod, az semmit nem ér neked. Tudod, mi ér nekünk valamit? Azért, ha tisztelettel vagyunk Isten irányába, és megcselekedjük az igét. Jézus látta, hogy mi fog történni vele. Mindig alázatos volt, és szeretetteljes. Hát nekünk követni kellene ezt. Az ember, aki vétkezik, ugye nem tudja tisztelni Istent, sem Jézust. Mert a szeretet minden vétket elfedez. Hát Uram, taníts meg minket erre a fajta szeretetre, hogyha kiesünk a szeretetből, vagy megbotránkozunk, vagy nem tiszteljük az embertársainkat, hogy olyanok legyünk, mint Jézus maga, vagy az Atyán. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, az egyszülött fiát adta, hogy senki el ne vesszen. Jézus Isten szemével látta az embereket. Hát Uram, add meg nekünk, hogy egymást Isten szemével tudjuk látni, és ne kárhoztassuk, és ne nagyítóval keressük a hibájukat az embereknek. És jól el tudunk másoknak a vétkén gondolkodni és időzni. És beleülünk olyan székbe, ami nem mi ránk tartozik. Amikor Péter elkezdett érdeklődni a János evangélium végén, található a Szentírás, elkezdett érdeklődni, hogy mi lesz Jánossal, a kedvenc tanítványa, akkor Jézus azt mondta, hogy mi között hozzá. Mindegyikünknek van egy futása, amit be kell futni. Isten az egyszülött fiát adta. És Jézus pedig engedelmes volt, a vér kiontatott. És Jézus a kereszten azt mondta a halála előtt egy mondata. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Hát Isten adja meg nekünk, hogy úgy nézzünk egymásra, és ez alázat kell, hogy a másikat megtiszteljük. Akár az ő hivatalát, az ő rangját, vagy megtisztelje a férje a feleséget, vagy a feleség a férjet, vagy a szülő a gyereket, vagy az embertársak egymást. Ahogy nem szállunk szembe a teremtőnkkel, hanem tiszteljük, úgy a gyermek sem szállhat szembe a szüleivel. És a szülők sem ingerelhetik a gyereke. A Szentírás tartalmaz csomó keresztény intelmet, útmutatást, hogy hogyan éljünk ebbe a világba. Ha követjük a Szentírás szabályait, akkor mindenben jó lesz dolgunk, és egészségesek leszünk, mert hajlandók és engedelmesek vagyunk. Hát tiszteljük az Urat, mert jó, és örökké való az ő kegyelme. Egy-két intelmet szeretnék a Szentírásból. Jakab 1:27 azt mondja, tiszta és szeplőtelen Isten félelem legyen rajtunk, ugye, és kedves az Isten előtt meglátogatni az árvákat és özvegyeket a nyomorúságba, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, és gondot viselni embertársainkról. Ez nagyon fontos, amikor látunk egy szükséget. Néha még nem csak a bőségünkből szoktunk segíteni a másiknak, hanem segítünk abból, amink van. Megtesszük ezt napjainkba, hogy az özvegyek árvák ügyét támogassuk-e? Meghívunk-e olyanokat, akik nem tudnak visszahívni minket, vagy csak magunkkal vagyunk körbevéve, elfoglalva, és azzal, hogy ne tiszteljük a világot, sem Isten, mert nem tartsuk be, amit Isten kér. Van-e időnk egymásra ebbe a rohanó világba? Meg tudjuk-e hallgatni a másikat? Nem! Nincs idő rá, nincs időm, mondják az emberek, futva, szaladva, Jézus sem akarják meghallgatni, még az utcán se.
És a Róma levél 12.2 azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Megtiszteljük egymást a szeretetünkkel? Itt a közösségben? Lehet, hogy igen. De lehet, hogy kimegyünk az utcára, vagy a családba haza, és nem tetszenek nekünk dolgok. És ezt ki is nyilvánítjuk. De egy idő után eljutnak emberek oda, hogy a gyülekezetbe is kinyilvánítja a nem tetszését, a pásztor, a gyülekezet irányába, a presbiterek irányába, az imaharcosok irányába. Nekünk a tiszteletet ápolni kell az életünkbe. Nézzük a gyerekeket. Ézaiás 1.19. A hajlandók és engedelmesek lesznek-e földjavaival éltek? A gyermekeknek is engedelmesnek kell lenni a szüleiknek, az 5. parancsolat a 10 parancsolatban a tisztelet. De az új szövetség egyetlen parancsolata a szeretet, amely betölt minden törvény. És a szeretet ellen nincs törvény, ugye? A szellem gyümölcse a Galata 5.22-23 szerint szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, ezek ellen nincs törvény. A szeretet ellen nincs törvény, az első gyümölcs, ugye, a szeretet, az újjászületés gyümölcse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Biztos, hogy hosszú életű leszek, mert nagyon is tiszteltem apámat és anyámat. És kívánom, hogy te is az legyél, hosszú életű, hogy tiszteld apádat és anyádat, mert ez egy ígéret nekünk, a hosszú élet, mindannyian szeretnénk hosszú életet élni. Az Efézus 6.2 azt mondja az új szövetségben, tiszteld a te atyádat, mert az első, amit felolvastam, az a második Mózes 20.12-ben van. És nézzük az új szövetségben, mert ugye, ami el van rejtve a régiben, az a újban is megtalálható. Efézus 6.2. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, mert ez az első parancsolat ígérettel. A Péter 2.17 azt mondja, nézd meg egyes vagy kettes Péter, mindenkit tiszteljetek, az atyafiságot szeressétek, az Istent féljétek, a király tiszteljétek. Figyelj, mindenkit tiszteljetek. És a tisztelet az benne van, hogy megadjuk a hivatalnak, megadjuk az embernek, megadjuk az apának, megadjuk az anyának, megadjuk a férjnek, megadjuk az unokának, mindenkinek megadjuk. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiságot szeressétek, Istent féljétek, a király tiszteljétek. Ez a Péter 2.17-ben van. Ti gyermekek, Efézus 6.1.3. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. A gyermekek, szót kell fogadni. Tiszteld a te atyádat, anyádat, ez az első parancsolat ígérete. Vagyis a gyerekek, szót kell fogadjanak a szüleiknek az Úrban, ez igaz. És ezt nem mindig tapasztaljuk. 1 Péter volt az előző, 1 Péter 2.17. Ezt nem tapasztaljuk. A gyerekek nem engedelmeskednek a szülőknek. Isten áldásától ilyenkor elesnek, és az életük minőségére lesz hatása. Bár megérteni ezt mindenki. Meg kell tanítanunk őket, a gyerekeinket, az igazságra, mert nagy kihívás lesz ez minden szülő és gyermek számára a későbbiekben, ha nem így nevelik a gyerekeket. A lázadást fel kell ismerni a gyerekek életébe, ami a gondolatok által beférkőzik, és engedetlenné, lázadóvá válnak a szüleikkel szemben. És nem csak a szüleikkel, hanem Isten parancsolatával is. Kit érdekel Isten parancsolata, mondják neked a gyerekek, amikor te idézed akár a Szentírást, vagy nem ismered nekik idézni. A gyerekeknek engedelmeskedni kell a szülőknek. Ez nagyon komoly dolog. Nézzünk még egy-kettőt. A Róma 12.10. Atya fiú szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Bár így lenne, Uram, akár a gyülekezetben, hogy egy atya fiú szeretettel egymás iránt gyöngédek, hogy gyöngéden várjuk egymást, átöleljük és szeressük egymást. És a tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Róma 12.10. Ajánlom a figyelmetekbe. És különösen azoknak, akik most háborognak, és akár pufognak. Ez nem igei szó, hogy pufog, de mint egy lukbalon fel akar robbanni. Egymás iránt gyöngédek. Tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Tiszteletadásban egymás megelőzők. Az emberek lemaradnak, nemhogy előre sietnének akár egymás iránt gyöngédek lenni. És a házasságokra is kitér a Szentírás. Az Eszter 1.20.
Eszter könyve 1:20. És hallják meg a király rendeletét, amelyet teend egész országban. Mert igen nagy az, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. Húha! Uram! Tehát, így szól az ige, minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. Efészusi levél 5:25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Úgy kell, ez a 28-as jön, úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint a tulajdon testüket, aki szereti a feleségét, önmagát szereti. A 33-as azt mondja, kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig férje a férjét. Hát, nézzünk az előjárói tisztelet. És erre nagyobb hangsúlyt szeretnék ma helyezni, mert úgy érzem, és úgy gondolom, hogy az ember oda szánja az életét ennek az elhívásnak, és élünk Istenért, és vele is halunk meg, ugye? De az emberek, akik ránk bizattak, és itt vannak az ernyőnk alatt, és szolgáljuk őket, és megillet minket a tisztelet. És megillett az, hogy engedelmesek legyenek az emberek, és ne rajtunk pótolják ki és verjék el az ő csüggedésüket, az ő kudarcaikat és az ő nehézségeiket, mert mi nem vettünk azokban részt. Mi jóra, szépre, kedvesre és az ige szerint tanítsuk az embereket, a Szentírás szerint, Isten igéjét követve. Az emberek a mai társadalomban nagy a veszélye, hogy pénzkarriert hajszolnak, és elvakítja őket a sátán, elvesztik a lényeget, és az igét nem helyesen hasogassák. Az emberek lohannak, és nincsenek megelégedve. És ez odáig fajul, hogy mindenkit elkezdenek vádolni az elégedetlenségükbe. És ez nem helyes dolog. Mert hogy megvizsgálnák, hogy mi mindened van. Mi mindennel rendelkezel? Lehet, hogy van gazdagságod és bőséged, és nem aknázod ki, és nem helyes dolgokra költöd. Türelmetlenség és tiszteletlenségbe esel. Mert ez nem helyes. Nekünk egymást tisztelni kell. És ne engedj, hogy a sátán megvakítson. És hagyd, hogy a másikba keresd a hibát. Elő magadba találd meg. Ez legyen a lényege. Úgyhogy neked Istent kell megnyerni. Mert a világot hiába nyerjük meg, onnan nem fog jönni nekünk a kegyelem és az irgalom. Korrekciót kell végezni az életünkbe. És a társadalom minden rétegéhez inkább az igazságot el kell juttatni. És ne okoz kárt sem magadnak, sem másoknak, sem a környezetednek. Felelősek vagyunk, hogy az igazságot kivigyük a világba. És a legjobb az, ha felkeltjük Jézus felé az érdeklődést. Dicsőség Istennek, és ebben gyakorold magad, amíg helyes útra nem lépsz. Amen.